Álhírt terjeszt a ketchup.hu. A portál azt állítja, hogy bezárják a kadafalvi óvodát. A kecskeméti televízió, hogy még véletlenül se terjesszen álhírt, megkereste Takács Valentinát. A Városháza kommunikációs vezetője kérdésünkre elmondta, hogy nem igaz a hír, nem zár be az óvoda. Az intézmény egyik dolgozójának lett pozitív a koronavírus tesztje. Mivel a munkatárs két csoportban tevékenykedett, ezért az OVI három csoportjából kettőt kellett karanténba helyezni. Mivel a harmadik csoport egy különálló épületben működik, ezért az odajáró gyermekek és a dolgozók zavartalanul folytathatják a nevelési tevékenységet. Azt is megtudtuk, hogy azok az ovisok, akik napok óta nem voltak óvodában, de most már visszamennének, azokat fogadja a harmadik csoport az épületben.